Nem volt könnyű kinyitni a gondosan becsomagolt teljesen új tűzoltó eszközöket. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatainak köszönhetően a bátaszéki lánglovagok új eszközöket kaptak. Az önkéntes tűzoltó egyesület 750 ezer forint értékben kapott pályázati forrást eszközfejlesztésre. Ezt az önkéntes szerel lévő feszítővágó berendezésnek a felülvizsgálatára, illetve a 10 éves tömlőcserére fordítottuk, illetve maga az önkormányzati tűzoltóságnak a pályázatán pedig mint egy 4,1 millió forintot nyertünk. Ebből a pénzből egy másik feszítővágót is felújítanak, a maradék forrásból pedig védőfelszerelésekhez, például sisakokhoz és légzőkészülékekhez jutottak a bátaszéki tűzoltók, valamint egy régi fém oxigén palackot is le tudnak cserélni. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatainak köszönhetően nem csak a bátaszéki tűzoltók jutottak új eszközökhöz, hanem a megye valamennyi önkormányzati és önkéntes tűzoltósága is. Tolna megye igen jelentős mennyiségű támogatásban részesült, 17 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, és mintegy 16 millió forint pályázati összeget nyertek el. Ezek eszközök, új vadonatúj eszközök, oktatás, képzés, gépjárművek, technikai eszközöknek a műszaki felülvizsgálata, a személyeknek az egészségi vizsgálata, vagy éppen laktanya szertár felújítás vagy építésre lehetett igénybe venni. Az országban egyébként összesen több mint 700 millió forintra pályázhattak a tűzoltóságok.